Mindent egy kézből. Stavmat építőanyag kereskedelem. Mint láthatják, az előzőekben bemutatottak szerint elkészült a tetőtér szarufák közötti hőszigetelése deltarok éklemezzel, külön rögzítés nélkül. Ezt követően elhelyezésre kerültek a gipszkarton lemezek rögzítő profiljai is. A következő lépés a profilok mögötti szigetelés felhelyezése. Ezzel folytatjuk. Minden egyes profil esetében a profil mögé is tettünk szigetelést a hőhidasság elkerülése érdekében. Ehhez használjunk Aerok LD vagy Aerok ND lemezeket. Most bemutatom, miként végezzük el a profilok mögötti szigetelést. Ne felejtsük el a megfelelő védőöltözet használatát munka közben. Akkor álljunk neki és vágjunk bele! A profil mögötti üres részt kitöltjük kőzetgyapott szigetelő anyaggal. A következő lépés pedig a kiegészítő szigetelés elvégzése a szarufa.